Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, aki elfogadta ezen a szép napon a meghívásunkat, ezen a nem mindennapi ünnepen, ugyanis akik a meghívóban látták, vagy hallották rádióba, tévébe, innen-onnan, a mostani ünnep egy kicsit kerekebb és nagyobb, mint az eddigi volt. Ugyanis az Együtt Könnyebb Klubnak a 20. évfordulóját ünnepeljük, illetve az Egyesületnek a 8. évfordulóját. Föl szeretném idézni, igaz, hogy én akkor még nem voltam ott, azt az 1993-as évet, amikor Borbély Lajos elnök úr egy értekezleten fölkérte Erdélyi Marika nénit és Nagy Istvánt, hogy alakítsanak Dabason is egy látássérültek összejövetelét. Marika néni és Pista áldozatos munkával fölkereste a térségben lévő, illetve a városban lévő látássérülteket, összegyűjtötte, és egy szervezetet hozott létre. Gondolom, hogy hosszas gondolkodás és tapogatózás során jutottak el oda, hogy ennek a szervezetnek neve is legyen. És amit szerintem a mai napig, illetve talán ameddig ebbe az egyesületbe tartozok, a legtalálóbb nevet megtalálták, az Együtt Könnyebb Klub nevet. Ez végig kíséri életünket, és akár a mindennapjainkba otthon, akár a munkába, akár hol vagyunk, érezzük azt, hogy ez egy olyan találó szólás, hogy szebbet nem is tudott volna kitalálni a Marika néni, meg az akkori egyesület tagjai, aki már olyan kevés létszámban vannak, 5-en. Erdélyi Lajosné, Nagy István, Szilágyi Mihályné, Vas Ferencné és Ozanna Lajosné. Ők vannak az alapító tagok közül már közöttünk. Ők segítik a munkámat, és véleményükkel, tanácsaikkal mindig ott vannak, és ebből a tudásból, amit ők a 20 év alatt összegyűjtöttek, próbálok meríteni, és próbálok tovább vinni, és hasznosítani, hogy az utánunk jövőknek, akik azért most már közel 60-an vannak, 60 sorstársunk, aki a térségből olyan látássérültségi fogba került, hogy tagunk, és próbálok segíteni, hogy minél könnyebb legyen az életük, és hozzájussanak a számukra szükséges eszközökhöz, munkához, megélhetéshez, munkaviszony kialakításához. Ezt nagyon szépen köszönöm még egyszer a Marika néninek és a Pistának, hogy idáig, míg egyesületté alakultunk 2005-ben, a klubot igazi tudás, igazi teljes szívükkel és tudásukkal vitték, vezették, és mióta egyesület vagyunk, azóta is mindig ott vannak mellettem és segítenek. Marika nénivel együtt alapítottuk meg a Dabas és térséggel látássérültjeinek egyesületét, és sokszor visszagondolok arra, amikor a Marika néni mondta, hogy ő már koránál fogva nem érzi magába azt az erőt, hogy ezt az egyesületet önállóan vezesse, és szerette volna, hogy segítsek, és úgy szépen rám maradt ennek az egyesületnek a vezetése. Köszönöm, hogy bízott bennem, köszönöm, hogy látta azt, hogy talán képes leszek a nyomdokaiba lépni, bár ezt szerintem soha nem fogom utolérni, de igyekszem, hogy méltó legyek ahhoz, hogy a Marika néni által megálmodott egyesületet tovább vigyem és fejlesszem. Marika néninek írtam egy én általam írt szöveget, ezt fogadja tőlünk szeretettel. Erdélyi Lajosné, 1928 május 23-án született Törökszent Miklóson. Libia pásztor lánykaként dolgozott, és igaz, hogy a körülmények nem tették lehetővé továbbtanulását, mindig fontos tagja volt a társadalomnak. Gyermekkora óta csökkentlátó, de sohasem veszítette el a hitét, mindig lényegesnek tartotta, hogy sorstársaiért dolgozzon, visszaadja számukra a reményt. Dabason alapított családot, és az évtizedek folyamán fontos és aktív tagja lett a városunknak. Marika néni 1972-ben került városunkba. Előbb tagja lett a Vakok és Gyengéllátók Szövetségének,
Majd 1993-ban Nagy Istvánnal személyesen keresték meg a látássérült társaikat. 16 fővel alapították meg a Vakok és Gyengéllátók Dabasi Egyesületét, a nevéhez hű Együtt Könnyebb Klubot, melynek több mint egy évtizeden keresztül elnöke volt. Tevékenységét a szövetség Louis Braille emlékérem ezüstfokozatával díjazta. Az Egyesület munkáját a mai napig segíti ötleteivel, tevékenységével, jelenlétével. Rendkívüli szociális érzékenységéhez nem mindennapi kreativitás társul. Művészi szinten műveli a tojáshímzést, amit városi rendezvények, kézműves foglalkozásain gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt oktatott. 1993-ban Rómában leste el a technika lényegét egy apácától. Jelen voltak hímes tojásai, rangos kiállításon is szerepeltek. Jelen voltak az 1998-as Kézműves Remekei című tárlaton, 1999-ben a Térforma Stílus című kiállításon, és 2003-ban a Kongresszusi Központban megrendezett Művészetterápia Világkongresszuson. Az Engővárkonyi Tojás Múzeum is őrzi Marika néni néhány munkáját. 2007-ben Dabasváros önkormányzatának képviselőtestülete díszpolgári címmel köszönte meg több évtizedes áldozatos munkáját. Szeretnék megemlékezni azokról a sorstársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk, nem az ő hibájukból, nem az ő miattuk történt ez, hanem így szólította az élet, hogy őnekik már máshol kell helytállni. Ez a szál gyertya égjen értük, és köszönjük szépen nekik is, amit értünk tettek, és velünk voltak, és köszönjük nekik, és emlékezzünk rájuk nagy szeretettel. Alpolgármester asszonytól kaptunk egy nagyon kedves, kellemes kis ajándékot, egy CD-lemezt, amivel ő azt szerette volna, hogy egy kicsit vidáman és jó hangulattal teljenek otthon is a napjaink. Ez egy magyar nótákat, operetteket tartalmazó hanghordozó, amit majd sorstársaimnak szeretnék kiosztani a műsor végén, illetve nem tudom, hogy aki látja, illetve mi sokan sajnos nem látjuk, hanem érezzük, hogy ezen a CD-n van egy kiemelkedő dolog, amit a alpolgármester asszony szikrának nevezett, érezzük is, hogyha majd a kezünkbe fogjuk. Ő neki, ahogy a szavait tolmácsoljam, azt szerette volna ezzel jelképezni, hogy ez a szikra mindannyiunkban ott legyen, és ez a szikra gyújtson lángot, amikor szükség van rá, és legyen erőnk, akár az élet nehézségeit, akár milyen problémával, munkahelyi gondokkal, betegséggel küszködünk, ott legyen ez a láng, és ez a szikra mindig föl tudja szítani ezt a lángot, és legyen erőnk elviselni mindazt, amit kaptunk az élettől. Én most az én véleményemet, de szerintem mindannyiunk véleményét tolmácsolhatom alpolgármester asszonynak. Igaz, hogy ő ezt most nem hallja, de remélem, hogy majd lesz módja, illetve megnézheti ezt a felvételt, és látni fogja, hogy igazi nagy örömmel és nagyon nagy köszönettel tartozunk ezért az ajándékért. És ígérjük azt, hogy ez a szikra ott fog bennünk maradni, és hű leszünk, és akár a családjainkba, akár a munkahelyünkön, akár az életbe helyt fogunk állni, és igyekszünk akár a városban, akár a hazában úgy viselkedni, hogy a épp látótársaink azt érezzék, hogy igaz, hogy nem látunk, de azért igyekszünk beállni a sorba, és kivenni a részünket, a gyerekneveléstől, a munkahelyi problémák leküzdésébe, a városi életbe,
igyekszünk az önkormányzat minden dolgozójának, illetve vezetőségének megmutatni, hogy rászolgálunk erre a szép ajándékra, erre a hatalmas segítségre, és igyekszünk majd úgy élni, hogyha eljönnek közénk, mindig jókedvel és igazi jó szándékkal tudjanak tőlünk elmenni, és legyen kedvük köztünk lenni, és lássák meg, hogy érdemesek vagyunk erre a nagy segítségre. Szeretném, hogyha felolvasnánk alpolgármester asszony levelét, amit mindenkinek elküldött. Kedves klubtagok! Örömmel tölt el, hogy 2013-ban 20 éves évfordulóját ünnepli az Együtt Könnyebb Klub. Egy civil szerveződés életében 20 együtt töltött év azt bizonyítja, hogy a klub egy életképes szervezet, amely hasznos és tartalmas együttléteket biztosít tagjainak, a látássérült embereknek, és megadja az együvé tartozás élvényét azoknak, akik másként talán elszigetelődnének a társadalomtól. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek jelen ezen a jeles eseményen, de ezúton is szeretném kifejezni jó kívánságaimat és reményemet, hogy a következő 20 évben is gyámolítója lesz az Együtt Könnyebb Klub azoknak, akik csatlakozni szeretnének a tagsághoz. A klub 10. évfordulójának előkészítésében még én is részt vehettem, segíthettem a fáradhatatlan és energiával teli akkori vezetőnek, Erdélyi Marika néninek az ünnepség megszervezésében. Kétségtelen, hogy Marika néni, aki azóta városunk díszpolgára lett, rengeteget tett a klub beindításáért, szívügyének tekintette a sorstársak felkarolását, a közösség életének szervezését. Ma már Rojcsikné Editke viszi tovább a stafétabotot, és ő fáradozik azon, hogy a klub élet pezsgő és tartalmas legyen. Ő is átérzi, belülről ismeri sorstársainak problémáját, és fontosnak tartja, hogy a látó emberek is megismerjék ezt a sajátos világot, a vakok és csökkentlátók nehézségekkel, akadályokkal teli életét, és találkozzanak azokkal a gátakkal, amelyekkel embertársaik naponta szemben találják magukat. Ennek érdekében segít az érzékenyítő programok megszervezésében, amelyekbe bevonja iskoláink diákjait, hogy felnőttként majd megérthetően, segítőkészen és kellő empátiával viszonyuljanak a látássérültek problémáihoz. Kedves klubtagok! Az Együtt Könnyebb Klub fennállásának 20. évfordulóján a Tihanyi Vándor színpad művészeinek zenei CD-jével szeretném megajándékozni önt és kedves sorstársát. Hallgassa örömmel, szívét töltse meg szeretettel a halhatatlan magyar nóta és operacsláger. A csomagolás érintésével egy horgolással készített tűzszikrát érzékelhet. Kívánom, hogy ez a szikra szimbolikusan mindig lobbantsa lángra a közösségük lámpásait, és segítse az önök életét, az önök világát. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, tisztelt polgármester úr, kedves sorstársaim. Nagyon jó itt lenni, azt kell, hogy mondjam. Itt gondolkodtam, hogy Editke hosszas köszöntője után én még hogyan fokozhatnám a hangulatot, de azt kell mondanom, hogy jó ide jönni. Itt fantasztikus szeretettel, felkészültséggel és örömmel várnak mindenkit, és én úgy érzem, hogy ez mindenkié. Tehát, hogy ide mindenkit nagy szeretettel várnak, úgyhogy a mai napra nagy készülődéssel érkeztünk mi is, ahogyan Editke említette, Budapestről külön busszal érkeztünk, itt vannak a közösség lámpásai, kollégáim, akiket még múlt évben így előzetesen harangoztam be, hogy nagyon-nagyon örülünk, hogy Budapesten is el tud kezdődni egy olyan közösségépítés, amelyik már Dabason 20 éves múltra tekint vissza. Úgyhogy elkísértek kollégáim, itt van az első kerület, 4. kerület, 13., 12., 14. kerület, 17. kerület és 19. kerület közösséglámpása. Itt van Cegléd, Budaörs és Gödöllő lámpása is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők most itt megszempenve ülnek, és figyelik, hogy hogyan lehet Editkétől, és hogyan lehet Marika nénitől mindezt megtanulni, mert hát tényleg fantasztikus az, amit itt elértek az elmúlt 20 évben, és mindezt megtapasztalni, hogy ennyire befogadó lehet a város, ennyire befogadó lehetnek a helyi emberek, és ennyire jó együtt tölteni egy közös délutánt ilyen nagy szeretettel és nagy örömmel. Úgyhogy mindezt nagyon köszönjük.
Marika nénit pedig áldja meg ő Jóisten azért, hogy ezt elindította. Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Annyi szép köszönő szó hangzott el, hogy itt már nehéz megszólalni, és valami olyat mondani, ami még eddig nem hangzott el, szerintem nem is kísérlem meg, és nem próbálom meg, de engedjék meg, hogy én is azért még hagy erősítsek rá a köszönetekre. De először is annak a közösségépítésnek a jelentőségét szeretném kiemelni, ami itt elkezdődött 20 évvel ezelőtt. Ez nagyon fontos a modern körüli társadalomban, hogy érdekszövetségek alakuljanak, és olyan kis csoportok jöjjenek létre, és segítsék egymás életét, akikre esetleg a tágabb társadalom nem gondol. Tehát elsősorban a saját gondjaik, a saját céljaik, a saját problémáik hívják létre ezeket a közösségeket. Így volt ez annak idején Marika néniék életében is. Akkor Marika néni látta, hogy nem csak ő van egyedül, hanem többen vannak, akik látás problémákkal küzdenek, esetleg teljesen a látás sérültségük olyan fokú, hogy nem is látnak, és valahogy össze kellene őket gyűjteni, össze kellene fogni. Elindított ezt a munkát, és voltak társai, akik csatlakoztak ehhez. Ugyanígy van ez az élet más területein is, hogyha ezek a kis közösségek, egyesületek, klubok nem jönnének létre, nem működnének, akkor a társadalom egyszer sokkal szegényebb lenne. Másik oldalról pedig a működő képessége is sokkal több nehézséggel zajlana, illetve folytatódna. Tehát az az 1000 éves államiság, ami mögöttünk van, a magyar nemzet mögött, az egy nagyon fontos dolog, a helyünket, a súlyunkat meghatározza Európában, a világban. Viszont hogy ennek további jövője legyen, tehát hogy az elmúlt 1000 évnek legyen esélye, hogy folytatódjon, ahhoz már a modern társadalmakban a kisebb közösségek, a kisebb csoportoknak az összefogására van szükség. Volt idő a történelemben, amikor elég volt egy királynak megszervezni az államot, ugye az igazságszolgáltatást, az adórendszert, tehát hogy működőképes legyen egy ország, létrehozták ugye a falu közösségeket, a települési közösségeket, ezeket működtették, akkor ez kellett. Most a 21. században már ennél több kell, sokkal szűkebb, kisebb szerveződésekre van szükség az olyan csoportoknak, akikre egyébként a tágabb társadalom vagy a világ már nem figyel oda annyira, a saját érdekérvényesítését meg kell szerveznie, és ezt meg kell mutatnia a tágabb társadalomnak, hogy ezzel foglalkozzon, és egy ilyen klubnak, egy szövetségnek, egy egyesületnek bizony ez lehet a szerepe, illetve ez a jelentőség azon túl, hogy a mindennapokban egymásnak segítenek. Én választott vezetőként csak köszönettel tartozom, már csak azért is, mert a figyelemfelkeltés, a probléma felvetése ezekből a közösségekből érkezik a döntéshozók felé. És ezt hosszú távon fenn kellene tartani. Örülök annak, hogy Marika néni munkájának, szervező tevékenységének van folytatása. Vannak, akik átvették a stafétabotot. Úgyhogy akkor a köszönetek folytatódnának. Marika néninek hálásan köszönöm azt a sok-sok munkát, amit elvégzett. Nagyon örülök, hogy sok közös dolgunk lehet, sok közös élményünk lehetett az elmúlt időszakban, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az általam vezetett Városi Önkormányzat ezt díszpolgári címmel is elismerte és kitüntette. Azt hiszem, ez mindent elárul, hogy amikor egy hátránnyal, egy fogyatékkal élő ember olyat tud alkotni az életében az éppek között, hogy ez díszpolgári címmel illeti egy közösség, akkor ez mindent elárul, hogy mindenre van esély, és nincsenek lehetetlen dolgok. Tehát érdemes követni Marika néni példáját, és hát vannak követői. Rojcsik Néditkének az áldozatos munkáját nagyon köszönöm. És ahogy itt hallották alpolgármester asszonynak az üdvözlő szavait, meg a kedves, szimbolikus ajándéka is bizonyítja azt, hogy egy csupa szívember. Nagyon fontos, hogy az ember a saját munkájában megtalálja azokat a társakat, partnereket, segítőket, akik az ő munkáját kiteljesítik, kiegészítik, hozzátesznek valamit. Én örülök annak, hogy Pálinkásné Balázs Tünde az az alpolgármester, akit én kértem fel erre a posztra, akit javasoltam a képviselőtestületnek, és most már második ciklusban is ezt a pozíciót tölti be, sőt harmadik ciklusban, és nagyon jól teljesíti ezt a feladatot. Az egyik munkája, feladata az, hogy a társadalmi szervezetekkel, a kulturális szervezetekkel, egyesületekkel tartsa a kapcsolatot és segítse az önmunkájukat. És minden bizonyít ez a levél is, ez az üzenet, az Editkével folytatott kapcsolat, illetve együttműködés, illetve ez a szimbolikus ajándék is, hogy ezt nagyon jól csinálja. De ugyanígy fontos az, hogy Editke a saját munkájában, illetve Marika néni annak idején megtalálta és kiválasztotta a saját segítőit,
és ugyanígy fontos volt, hogy továbbadja valakinek, és megtalálta Editkét, meglátta benne azt a szemét, aki tovább tudja vinni majd a munkát, sőt, még hozzá tud majd tenni ehhez. És hát nagyon-nagyon fontos az, hogy a szövetség elindította ezt a programot, a lámpás programot, hogy megtalálja azokat az embereket, hogy valóban mindig meg tudják gyújtani azt a fényt, meg tudják gyújtani azt a sziklát, fel tudják használni, amire mindig szükség van, hogy tovább lehessen építkezni, és egyre több embernek lehessen segíteni. Ahhoz, hogy a társadalom előrelépjen, hogy jó legyen magyar embernek lenni, hogy jó legyen a magyar közösség tagjaként élni a mindennapjainkat, legyünk fogyatékkal élők, vagy éppen épek, ez bizony azon múlik, hogy a megfelelő helyen megvannak-e a megfelelő emberek, és hogy megtalálják ki a társaikat, a partnerüket, a segítőjüket. Én úgy látom, hogy ebben a közösségben megvannak a megfelelő emberek, megtalálták a segítőket. Volt értelme annak idején az alapítóknak létrehozni ezt a klubot, volt értelme 8 esztendővel ezelőtt egy szervezet formában egyesületté fejlődni, és van értelme a szövetséggel együttműködve itt a térségben szolgálni a látássérülteket, a vakokat. Ezt köszönöm szépen mindannyiuknak, ez nekünk részben jól esik, részben nagy könnyebbséget is jelent, mert hogyha ezt az önkormányzaton belül hivatalosan kellene megszervezni, akkor ez majdnem hogy lehetetlen lenne. Ez így működik jól, hogy szívügyüknek tekintik, Editke és társa is, Rózsa, majd tegyek említést, nagyon izgult itt a levelek, és a köszöntő felolvasása, ez a hangjából is lehetett hallani, hogy remegett, én még láttam is, hogy nem csak a hangja remegett, úgyhogy nem kell izgulni, mert nagyon-nagyon jól csináljátok, és legyetek büszkék arra, amit tesztek, és nyomot hagytok mindenképpen a világban, és ez nagyon fontos, hogy amikor az ökológiai lábnyomra azt mondjuk, hogy az legyen a lehető legkisebb, akkor a társadalmi lábnyomunk viszont legyen a lehető legnagyobb. És jó nagy lábnyomot hagytok, mert nagyon sok embernek segítetek, a munkátok rendkívül hasznos és nagyon fontos, és lélekből, szívből jön. Azt kívánom, hogy ehhez legyen mindig erőtök, sok-sok örömötök legyen benne, minden klubtagnak is az együttlétek során. És van egy, a végére egy javaslatom, vagy egy ötletem, azért 20 év nagy idő egy a közösség életében mindenképpen, de még a város életében is egy jelentős időszak, és egy olyan szervezet, egy olyan egyesület, egy olyan klub, akik valóban nyomot hagytak itt a helyi társadalmi történelmi folyamatokban. De azt tanácsolnám, vagy javasolnám, hogy gyűjtsétek össze a dokumentumokat, akár fotókat, írásokat, köszöntőket. Borika jutott eszembe, aki nagyon sok szép verssel örvendeztette meg itt éveken keresztül, és már nincs közöttünk sajnos. A klubokat, itt van az édesanyja, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Tehát nagyon sokan vannak, akik nekem is eszembe jutnak. Tehát ezeket érdemes lenne összegyűjteni, Borika verseit egy kiadványba beleszerkeszteni, megmutatni az éveknek, hogy hogyan lehet közösséget szervezni, hogyan lehet egymás életét könnyebbé tenni, hogyan lehet a boldogabb élet felé terelni az embereket. Hogy ha erre van szándék és van akarat, és hogyha összetudjátok gyűjteni az elmúlt 20 év dokumentumait, történéseit, akkor az önkormányzat mindenképpen támogatja egy kiadványnak a megjelenését. Neked is írtam egy köszöntőt. Editke 1957. július 21-én született tatárszentgyörgyi üzletvezető szülők gyermekeként. Születésétől kezdve látássérültként él, de soha nem akadályozta abban, hogy életvidám, mindig mosolygós, jókedvű legyen. A Kecskeméti Főiskolán mezőgazdasági kertészeti diplomát szerzett, később pedig szülőfalujában tanította, nevelgette, főként jómodorra a felnövekvő generációkat. Dabason alapított családot, itt is él férjével, méltán büszke két leánygyermekére és két csodálatos kisunokájára. Először alelnöki posztot töltött be Dabas és térsége látássérültjeinek egyesületében, ma pedig már elnökként egyengeti az egyesület ügyeit. Munkássága során jelentősen nőtt a tagok száma, és számtalan támogatóra, pártoló lett egyszer az egyesület javára. Nagyon fontosnak tartja a látássérültek integrációját, ezért is szervez minél több érzékenyítő programot intézmények, cégek számára. Sikerült elérnie, hogy a társadalom sokkal inkább odafigyel látássérült embertársaira. Törekszik rá, hogy sorstársainak minél színesebb, változatosabb programokat szervezzen, amelyek segítségével kimozdíthatja őket mindennapjaikból. És most megkérem Csengét, aki Edit kisunokája, hogy a nagymamának odaadjuk az ajándékot, amivel készültünk neki. Jó?
Közösség lámpásaként először vettél részt egy jubileumi ünnepségen. Hogy érezted magad? Hát, mint az látható is volt, borzasztóan izgultam. Soha nem vettem még részt ilyen rendezvényen, amilyen tényleg 20. évforduló és debütáló, és már az előkészületekben, amikor részt vettem, már teljesen abba voltam, úristen, csak jól sikerüljön. És ráadásul ez a kis bakim, hogy teljesen remegett kezem, lábam, ez abból adódóan volt, mert én egy kicsit így rákészültem arra, hogy az Editet meglepem azzal, hogy nem tud róla, hogy a családja is eljön, illetve hogy neki is egy köszöntőt írtam. Milyen volt Edittel együtt dolgozni, együtt készülni erre az ünnepi alkalomra? Nagyon jó, én nagyon szeretek vele dolgozni. Néha kicsit túlpörög, mint kellene, de csodálatos érzés, hogy segíthetek neki. Eljöttek a kollégáid is Budapestről. Beszéltetek már egymással, milyen tapasztalataik vannak a Dabasi Egyesület munkájáról? Nem, egyelőre még nem sikerült velük beszélnem róla. Hogyan tovább? Mi lesz az év többi részében, mint közösség lámpása? Most készülök egy adventi vásárra, ahova szeretnék csatlakozni egy olyan látássérült tagommal, aki valamilyen kreatív dolgot művel, kézműveskedik. Ez még folyamatban van a rendezése, illetve az már lehet, hogy idén nem fog sikerülni, de szeretnék egy jótékonysági koncertet tartani az Egyesület javára az Ócsai Református templomban. Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél. Thank you.
elnök asszony tavaly még csak beharangozta a közösség lámpásai mozgalmat, most pedig már egyik tagját látta is munka közben. Mit szól hozzá? Hát borzasztóan büszke vagyok rá, azt kell, hogy mondjam, a Rózsa nagyon-nagyon izgult, pedig hihetetlen sok munkát, meg energiát és szervezői munkát tett ebbe a mai rendezvényre. Azt gondolom, ez meg is látszik. És hát itt van, itt volt Rózsával, itt vagyunk mind a 12 kerületnek és településnek a lámpásai, itt van, akik mind azért érkeztek ide, hogy megnézzék, hogy hogyan lehet közösséget építeni. Az elmúlt 20 évnek a tapasztalatait azt gondolom, hogy a mai rendezvény keretében így megtekinthető, vagy példaként szolgál. Hogyan értékeli a Dabas és Térsége Egyesület elmúlt tevékenységét? Nagyon sokat tettek le az asztalra, tehát az elmúlt 8 év alatt egy olyan civil szervezet épült itt fel, amely szerintem példaértékű, tehát a mai helyzetben a gazdasági válság után a civil szervezeteket is elérte egy válság a múlt év során, és nagyon sokan meg is szűntek. A Dabasi Egyesület pont ennek a példája, ennek az ellenkező példája, tehát hogy nem hogy fent tudott maradni, hanem növekedni tudott és fejlődni. Hát ez mind a kollégák, illetve a vezetőnek a munkájának az eredménye. Az Országos Egyesület hogyan tudja támogatni a helyi kisebb egyesületeket? Hát az a, mi is projektek szintjén dolgozunk, tehát hogy egyrészt a vezetők és a munkatársaik bérét tudjuk finanszírozni, illetve olyan plusz segítséget tudunk nyújtani, amit így egy-egy pályázati program kapcsán, ilyen a közösség lámpásai, tehát képzéssel, továbbképzéssel, a tagoknak egészségnapot szervezünk például Budapesten, akkor segédeszköz ellátottságot próbáljuk növelni, ez egy-egy pályázattal. Gondolom vannak nagyszabású megyei, akár országos rendezvényeik. A Dabasi Egyesület mennyire aktív ezekben? Ezt nem értettem, bocsánat. Vannak nyilván országos, illetve megyei rendezvényeik is. A Dabasi Egyesület mennyire aktív, mennyire vesznek részt ezekben? Hát a Dabasi Látássérültek Egyesülete az egyik legaktívabb szervezeti egységünk. Nem csak személyes jelenlétükkel vesznek részt egy-egy rendezvényen, minden közgyűlésen ott vannak. Nagyon aktív a Facebook és az internetes megjelenésük. Tehát amin megjelenik egy hír vagy egy információ, ami a látássérülteket érdekelheti, azonnal a Facebookon küldik szét a többieknek, hogy minél többen tudjanak erről a lehetőségről. Mit kíván nekik a jövő évre? Hát én legalább ilyen szép létszámú és ilyen nagyszabású rendezvényt szeretnék nekik kívánni, illetve az, hogy ez a fejlődés, ez a növekedés, ez az épülő közösség, ez még tovább épüljön, és legyenek jövőre 70-en, utána 80-an, tehát hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a közösséghez. Csak egy tánc volt, mint tőled kértem én, azután ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Csak egy csók volt, boldog pillanat, amit loptam kaputok alatt, többször mondtad, én most búcsúzom, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, kivárt reád, nem volt az más, csak a mamád, rád is fordult. Kértem én, de már több kell, maradj az enyém, meg is kérem a kezed ezúton, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, kivárt reád, nem volt az más, csak a mamád, rád is fordult, gyere be! Többé nem engedlek el vele, csak egy tánc volt, mit tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém, meg is kérem a kezed ezúton, és a
a többi nem tudom. Köszöntőjében igen hosszasan sorolta a támogatókat, illetve a segítőket. Miért csatlakoztak ennyien a Dabas és Térségellátás Sérültjeinek Egyesületéhez? Biztos vagyok benne, hogy az a szándékuk, hogy kicsit szürkébb életünket egy kicsit megvidámítsák, vagy egy kicsit boldogabbá tegyék azt az egy-egy napot, amikor együtt vagyunk. Pedig még nagyon sok támogatót el is felejtettem felsorolni ott izgalmamban. És csak arra gondolok, hogy azt látják, hogy érdemes ezt a munkát csinálni, érdemes ez az érzékenyítés, amit teszünk, vagy hát tényleg próbálnak a mindennapi szürke, egyhangú életünkön egy kicsit vidámítani. Milyen volt az Egyesület elmúlt egy éve? Hát... kicsit talán nehezebb, mint az előző, mint ahogy úgy általában az egész világhelyzet, vagy az egész ország helyzete. Mindig kevesebb pénzből próbálunk meg gazdálkodni, de hát azért vesszük az akadályokat. Nem cukrászdába rendelünk süteményeket, hanem mi sütünk, nem kész szendvicset rendelünk, hanem mi készítünk, próbálunk úgy hozzáállni, amilyen lehetőségeink vannak, addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. A munkában viszont talán mindig több az az igény, ami az érzékenyítő programokkal kapcsolatban fölmerül. Már januárra le vagyunk foglalva a Sári óvodának, az összes környék összes általános iskolája igényt tart erre. Ahol már voltunk középiskolákban, minden évben várnak bennünket az újonnan bekerült tanulóknak az érzékenyítésére. Tehát úgy érzem, hogy a munkánk az növekszik, szaporodik. Azt is tapasztalom, hogy sajnos a látássérültek száma is rohamosan növekszik. Én ezt írom, én saját magam, nem a szemész doktornő, hanem a magam nevében tudom talán azt mondani, hogy ez a rohanó, kicsit egészségtelen, stresszes világ nagyon sokat
ront az emberek szemállapotán. Egyre többen kerülnek olyan állapotba, hogy köztünk van a helyük, és évről évre egyre többen lépnek be az egyesületünkbe. Hogyan lehet ezeket az embereket egy csoportba szervezni? Hogyan jönnek össze a klubnapokra? Hát ezek az emberek mindenféle korosztályból tevődnek össze, nehéz összecsoportosítani őket. A fiatalabbak, akik inkább még munkába állnak, és csak azokat a javakat próbálják hasznosítani, ami az ő munkájuk tevékenységéhez szükséges. Ők ugye megint más igényűek és más elvárásaik vannak irántunk, akik pedig idősek, azoknak ugye megint más elvárásuk van. Nehéz összehozni, de az együttes gondok, az együttes problémák azért mégis adnak okot arra, hogy együtt legyünk. Fiatalabb is, idősebb is, kicsit látóbb, kevésbé látóbb, vakember. Szerintem a problémánk, tehát a látássérültségünk az a legnagyobb ok, ami összekovácsol bennünket. Egyszer mondtam már magamnak, nézd, ez nem szabad, hagyd a nőhet a pohár, én vagy új szamár. Mit törődne azzal, hogy száz lány szép megszakad, nem híres talódnak ő. Én azt láttam, hogy az előző évekhez képest igen sok a fiatal. Gondolom köszönhető ez a közösség lámpása programnak is. Van egy fiatal kolléganője, hogyan értékeli a munkáját? Hát a Rózsa az egy eszméletlen, nagyon jó munkaerő. A jó Istennek nem győzök hálát adni, hogy tavaly, amikor januárban még ezeket a lámpásoknak a névsorát gyűjtögettük, és keresgéltem itt a környékünkben, hogy ki is lenne az, aki elvégezné ezt a még ma is tartó közösség lámpásai projekt tanfolyamot, ha így nevezhetem. Nagyon örülök, hogy a Rózsa éppen, hát lehet, hogy az ő nem örült ennek, de hogy éppen munkanélkül van, és ő vállalta, hogy elvégzi ezt a képzést. Iszonyatosan nagyon sok energia, lendület van benne, nagyon egy hullámhosszon vagyunk, nagyon tudunk együtt dolgozni, és biztos vagyok benne,
hogy a fiatalabbaknak való programokban ő sokat fog segíteni. Én talán már kerülök az idősebb korosztály kategóriába, én őket próbálom ellátni a számomra lényeges, meg számomra is érdekes programokkal, Rózsa pedig a fiatalabbakat. Nagyon örülök neki, nagyon jó vele dolgozni, és csak dicsérni tudom, és remélem, hogy sokáig együtt fogunk dolgozni. Milyen programjaik, milyen terveik vannak még az év hátralévő részére? Hát még nagyon sok programunk van. Először is hétfőn le kell adni éjfélig a 2014-es működési pályázatunkat, amivel ugye a héten nem nagyon haladtunk, mivel hogy meg volt a dolgunk. December 2-án kell leadni a 2014-es szakmai NEA pályázatot, amin szintén szeretnénk pályázni a jövő évi Fehérbot napi rendezvényre, amit szeretnénk egy kicsit, hát ha nem is ilyen volumenű, de egy viszonylag nagyobb körben megünnepelni. Illetve december 11-én lesz a karácsonyi klubnapunk, bocsánat, amivel is hát szeretnénk az évet zárni, és méltó átélése már a karácsonyra készülni, de mindezt nem tehetjük még, mert a munkatörvénykönyve ránk vonatkozó törvényeit be kell építenünk az alapszabályunkba, és ezt közgyűlésnek is kell felhasználni, hogy a tagsággal az újonnan átdolgozott alapszabályt elfogadhassuk. És ha még ezen is túl leszünk, és ezt minden küldjük a bíróságra, és ezt el is fogadják, majd talán utána tudunk majd karácsonyozni felhőtlenül, meg gond nélkül, legalábbis remélem. Táncolnék a boldogságtól, szívem lázban ég, senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Hú, ez édes pillanatra rége vártuk már, nincs senkit boldogabb ember magoznál, angyalkám, gyere már, légy
sorsom, szerencsém, légy a takaros legyecském, a szőke szamosnál, kis fészkünk vár. Az édes reménység, a havasokon fehérség, a bércek hegyén az ölfegyő erdő vár. Szipáros kolosbár, majd ott van a szamosnál, hol minden piros, fehér, zöldben jár. Ön pompáros udvarló, a hevesen gyarló, és robban behézegőn alul. Most hallgasson kérem, és meghallja szépen, a szívem mi hevesen dobó. Bár én csak azt mondom, álljunk meg-e onnan, a többit ezt mellőzünk talán. Mert félek, hogy olyasmit ígérek, amit talán nem kéne, s ez nem sok jót jelent. Ó, kérem, hogy higgyen nekem szépen, se hallom a zenémet, az ég még lesz. Szépváros, Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, jéhát miért haboznál, angyalkám, gyere már. Légy sorsom, szerencsém, légy a takaros megyecském, a széke szamosnál kis fészkünk vár. Az édes reménység, a havasokon fehérség, s a bécek hegyén az ötfenyő erdő vár. Szépváros Kolozsvár, majd átlagunk a szamosnál, hol minden piros, fehér, zöldben jár. Szület előtt már nincs elég idő, így szület után lesz az esküvő. És azután majd Nászútra megyünk, és egyenbőgyön boldogok leszünk. Róla visz meg téged, cicám, ahol majd ezt húz a cigány. Na mit húz ez a cigány? Jupitalt ma sehol sem talál, a Robi bácsi szintén oda jár. Az asztalon egy nagyot kopogom, és 100 cl jó bort hozatom. De mivel ezek a borok, velem az egész világ forgó. Nagyon vagyunk.
csak kivilágos virradott ég. Húzd mi a szívemben is hajnalod ég, míg el nem felejtem a csarkom a pám, gyere húzd csak az én nótám. Húzd de csak kivilágos virradott ég, húzd mi a szívemben is hajnalod ég, míg el nem felejtem a csarkom a pám, gyere húzd csak az én. Magtelevízió. Önökért vagyunk.